Szevasztok, Peti vagyok, és ez a Group Media csatornát nézitek. A mai nap egy olyan témával fogunk foglalkozni, amit igazából ti kértetek Facebookon és YouTube-on is többen kérdezték tőlem, hogy hogy áll a gitározás, így nagyjából fél év elteltével, ugye az akusztikus gitárt azt júliusban születésnapomra kaptam, ezt az elektromos gitárt pedig karácsonyra kaptam feleségemtől. Ma el fogom nektek mondani azt, hogy én hogy álltam neki a gitár tanulásnak, meg fogom válaszolni természetesen a kérdést is, hogy mennyit fejlődtem, lesz egy rövid válasz és egy hosszú válasz, illetve el fogom nektek mondani azt a rengeteg felfedezést, amit ez alatt a fél év alatt tettem, és azokat a buktatókat, amikbe belefutottam a felfedező körút során, úgyhogy induljon az intro, és azonnal kezdünk. De mielőtt igazából neki kezdenék annak, hogy megválaszolom a kérdéseiteket, kettő darab disclaimer. Az egyik az, hogy ha kérdezitek, hogy miért nézek mindig le a földre, mert a földön van a forgatókönyv, másrészt pedig valószínűleg sok vágás lesz ebben a videóban, mert ugye ahhoz, hogy gitárt csináljunk, ahhoz a hangszóró vagy a mikrofont át kell építeni, és ezekkel nem akarlak titeket untatni, meg hát biztos, hogy el is fogom cseszni néhányszor a gitározást. Kérdés megválaszolása előtt szintén inkább egy kérdés számotokra. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy készüljön-e egy másik YouTube csatorna, vagy ezen a YouTube csatornán csináljunk egy olyan videósorozatot, amiben velem együtt, gyakorlatilag vakvezet világtalant módjára tudjátok megtenni azt az utazást, amit én teszek a két gitárral jelenleg. Számomra ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon bele vagyok buzulva a gitárjaimba és a gitározásba, viszont nem tudom, hogy titeket ez kellőképpen érdekele, ezért az a kérésem, és tényleg ennek most tegyetek eleget, hogy a kommentbe írjátok be, hogy legyen-e egy új YouTube csatorna. Eredetileg az lett volna a címe, vagy hát én arra gondoltam, hogy ami a gitáriskolában nincsen benne, ugye itt a Muszi Dobai gitáriskolára utalok, vagy legyenek-e gitáros tartalmak ez alatt a videó, vagy ezen a csatornán. Ugye akkor, amikor játékos tartalmak voltak ezen a csatornán, akkor sokkal volt a leiratkozó, és ezt szeretném elkerülni, tehát nyugodtan írjátok meg azt is, hogyha nem, akit nem érdekel. Lehet, hogy föl fogok tenni egy ilyen kérdőívet is a YouTube-ra, tehát itt kérlek, hogy legyetek aktívak. A gitározással az a helyzet, hogy minél több tudást szerzel, annál több kérdés merül föl. Tehát ez a van egy ilyen szólásmondás, hogy minél okosabb az ember, annál jobban tudja, hogy mennyi mindent nem tud. Na most a gitározás az pontosan ilyen dolog. Mint mondtam, a kérdésetekre, hogy mennyit fejlődtem gitározás terén, két válasz van, egy rövid meg egy hosszú. A rövid válasz az így néz ki. Ugye ez volt Beethoven 9. szimfóniájából az örömóda. De megnézhetünk például egy House of the Rising Sun, Sun-t. There is a house in New Orleans. Cool.
sun. It's been the ruin of many poor boy and me, oh Lord, you know I'm one. Vagy nézzünk meg egy kis 12 sávos, ugye 12 bar blues-t. Például a kérdésre viszont van egy hosszú válasz, a hosszú válasz pedig az, hogy gyakorolni igazából nem gyakoroltam sokat, kitárdulásom nem fejlődött sokat. Viszont én azt az utat választottam, hogy előbb meg akartam tanulni a zenét, ismerni a zenét, ismerni a szerszámot, az eszközt, ami a kezemben van. Ez egy nagyon-nagyon érdekes utazás most már 6 hónapja. Ugye nagyon röviden volt már egy videó, aki nem tudná a gitározásról, amiben elmondtam, hogy én az egyetem alatt Vince szobatársam jóvoltából kezdtem el gitározni, a muszidobai gitáriskolából, és akkor gyakorlatilag csak ilyen akkordpengetések voltak, és azzal én megelégettem. Viszont most, felnőtt fejjel, úgy döntöttem, hogy mivel tehetségem nincs, tehát bármilyen zenei vagy sporthoz kell némi tehetség, amivel én nem rendelkezem, ezért kíváncsi vagyok arra, hogy a technikai általános ismeretbeni tudás kibalanszírozza-e a tehetség hiányát. Ugye a témához hozzátartozik az is, hogy nekem nem ez az egyetlen hobbim. Ez most nem kifogás arra, hogy miért nem gyakoroltam eleget, hisz minden szabadidőmben, mint jó reneszánsz ember, aki sok mindenről tud valamennyit, folyamatosan fejlesztem magamat, de ugye én mindemellett programozok is, mindemellett van egy elektronikai labor, tehát itt, ahol ülünk mögöttetek, van egy elektronikai labor, mindemellett én szeretnék foglalkozni fotózással, tehát abban is fejlesztem magamat, itt a YouTube-ozás, amiben fejlesztem magamat. És természetesen nagyon szeretek, mivel az informatikával sokat foglalkozom valószínűleg ezért, nagyon szeretek játszani is, ezért biztos föltűnt már nektek, hogy néha-néha vannak olyanok, hogy elkezdek streamelni valamilyen játékot, Satisfactory-t, vagy mostanában ebbe a vonatos játékba vagyok belebuzulódva, tehát nekem nem csak a gitár az egyetlen, hogyha a gitár lenne az egyetlen, akkor valószínűleg megőrülnék, másrészt viszont biztos, hogy sokkal többet fejlődnék gitározás terén. Ugye az, aki közületek tud gitározni, az biztos hallotta, hogy az előbbi produkciókban is volt nem kevés hiba, sok a mély húr zengés, amit különböző technikákkal el lehet folytani, tehát például a tenyérnek a belső részével le lehet folytani a mélyebb húrokat. Még nem gyakoroltam annyit, hogy ezek menjenek. Azt azért a gitározásról tudni kell, hogy az alapakkordokat, tehát az A-t, a D-t, az E-t, az E-molt, a G-t és hasonlókat, azt egy majom is le tudja fogni. Egy örömóda gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hangból áll. Tehát egy ujjal le lehet játszani az örömódát. Tehát ezeket nagyon könnyen el lehet sajátítani, de én nem arra vágyok, hogy sok dalt el tudjak játszani valamennyire jól, én a hangszert szeretném megismerni rendesen.
Itt van például feleségemnek nagy kedvence, a Love Me Tender, ami szintén egy egyújjal lejátszható dal, és bárki meg tudja tanulni nagyon-nagyon rövid idő alatt. Love me tender, love me true, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Tehát borzasztóan egyszerű dolog. Tovább tartott megtanulni a szövegét az összes strófának, mint a gitározás részét megtanulni. Ugye, ha valamihez szeretném hasonlítani a gitározást, akkor azt mondanám, hogy az olyan, mint az autóvezetés. Tehát az, hogy egy gyerek beül az autóba, megtanul vezetni, váltani, hogy működik a gépjármű, hogy kell azt vezetni, az nem jelenti azt, hogy tudja a kreszt is. Na most, ebben a viszonylatban ugye egyrészt van egy úgynevezett izommemória. Tehát akkor, amikor vezettek, és már nem néztek le a váltó karra, hogy betegyétek az autót egyesbe, kettesbe, hármasba, ez az izommemória, ezt gyakorlással tudod elérni, és majd mindjárt beszélünk nagyon apró tükökről, vagy hát számomra nagyon fontos dolgokról, amiket figyelembe veszek akkor, amikor gyakorlok. Viszont a kressz része az a zene elmélet, amire nagyon-nagyon sok időt fektetek, mert hát sajnos, vagy hát nem sajnos, ez így van, a zene elmélet, a gitár megismerése, vagy hát egyáltalán a zene megismerése az egy sokkal komplikáltabb dolog, mint egy egyszerű kressz megtanulása. Vegyük át azokat a dolgokat, hogy mit lehet megtanulni a gitározással kapcsolatban, és hogyan. Ugye a legjobb és legkézenfekvő megoldás itt a YouTube. YouTube-on rengeteg olyan videó van fönt, fantasztikus előadó művészektől, akik oktatnak lassan, meg tudod találni a te tempódat, jól oktatnak, és lehet velük haladni. Viszont én legelőször, mikor megkaptam az akusztikus gitárt, akkor megnéztem egy 2,5 órás videót zongora zene teóriáról, tehát arról, hogy mitől akkord egy akkord, és az akkord miért moll, miért major, miért hetes, meg miért suspended. Erről van egy nagyon-nagyon jó videó, egyszer Hamburgba autóztam föl, kiraktam a telefont a műszerfalra, és 2,5 órán keresztül azt magyarázta egy fiatal srác, egy zongora segítségével, hogy ez miért egy A akkord, ez miért egy A moll, vagy ez miért egy E, és ez miért egy E moll, és ez miért D. Ezt tökéletesen el tudtam magyarázni, hogyha bármelyikötöket érdekli, akkor azt keresétek meg a YouTube-on, hogy Complete Piano Theory és a PGN Piano YouTube csatornának a videóját keressétek, elég hamar meg fogjátok találni, mert valószínűleg egyetlen egy videót fog földobni, ami 2,5 óra hosszú. Ebben az a jó, hogy vannak emberek, akik ugye, hogy mondják ezt szépen, elméleti tárgyakból jók, és vannak emberek, akik tudományos tárgyakból jók, tehát én olyan vagyok, aki matematikából, fizikából, mintsem történelemből vagy irodalomból voltam jó világ életembe, nekem meg kell, hogy értsem a dolgokat. És ez a videó egyből segített abban, hogy megértsem a zene és a hangoknak a világát, mindenkinek ajánlom, nem tudtam volna tovább lépni a gitározásban, hogyha én ezt nem értem, és ezt a videót nem nézem meg. Természetesen ez a videó azonnal millió egy új kérdést vetett föl bennem, fölkeltette a kíváncsiságomat,
Valahogy úgy kell elképzelnetek, hogy látsz egy dombot, fölmész a tetejére, és tök jó van mögötte egy hegy. Ugye a domb a gitár, másszuk meg a hegyet. Megmászod a hegyet, és látod, hogy mögötte vannak az Alpok, még magasabb csúcsokkal. Addig, ameddig van ez a felfedező vágyad, addig tudsz haladni, és addig fönn marad az érdeklődésed is a gitározás iránt, és rengeteget fogsz tanulni. Mondok nektek néhány youtuber nevet, akiknek a videóit tiszta szívvel ajánlom számotokra, hogyha kezdő vagy középhaladó gitárosok vagytok, mert rengeteg olyan dolgot mutatnak be, nagyon jól, amit érdemes megtanulni, és majd csillaggal megjelölöm azokat a YouTube csatornákat, ami nem igazából a tanulás, hanem az érdekesség kedvéért nézem. Az első, az amit mostanában fedeztem föl, az a Marty Music, tehát Marty Music, a srácot Marty Schwarznak hívják, és nagyon jó kezdő oktató videói vannak. Ugyanilyen egy angol srác, a Justin Guitar. Justin Guitar, egybeírva. Én szoktam még nézni a Mary Spandert, ő egy angol hölgy, fiatal lány, brilliánsan gitározik, és nagyon sok inkább érdekes dolgokról beszél, mint sem oktató videókat készítene. Ne feledkezzünk meg a magyar videókról azok számára, akik nem beszélnek angolul. A gitározni jó egybeírva, már az előző videóban is ajánlottam, brilliáns videókat készít a srác, egy magyar gyerek, nagyon tiszta szívvel ajánlom számotokra. És van még egy, a Rob Scallon, aki tehát Rob, R-O-B, szóköz Scallon, S-C-A-L-L-O-N. A Rob Scallon is csinál oktató videókat, de ő is inkább az érdekes dolgokat mutatja be, tehát újdonságokat, gitárokat, különleges hangszereket. Én őt ezért követem. Nagyon fontos számomra, és szerintem számotokra is, az lehet a gitározás tanulásakor, vagy bárminek a megtanulásakor, hogy minden nap legyen egy sikerélmény. De úgy is mondhatjuk, hogy minden nap legyen egy heuréka pillanat, egy olyan aha pillanat. Tehát, hogy rájössz valamire, sikerül valami. Nálam ugye az 6 hónap alatt rengeteg ilyen pillanat volt. Igyekszem minden egyes gitározást azzal lezárni, hogy valami újat értem el, vagy valamiben fejlődtem. Ez nem biztos, hogy újat tanulsz, vagy egy új dolog sikerül, például az első barré, ugye amikor sikerül, hanem valami gyorsabban megy, valamilyen dallal, amit tanulsz, már meg vagy elégedve, már fejből megy. Ezek az aha pillanatok, vagy heuréka pillanatok lehetnének például, hogyha úgy döntötök, vagy olyan feedbackek jönnek, hogy legyenek gitározós videók, vagy legyen egy külön gitározós YouTube csatorna, egyes epizódjai ennek a videósorozatnak. Most, hogy ezen a csatornán, vagy másikon, az egy külön dolog. Ugye, mik voltak számomra, és most tényleg felsorolom, a legfontosabb ilyen pillanatok. Az első, ez a 2,5 órás zenei teória videó megnézése és megértése, hogy alakul ki egy akkord, tehát számokról volt szó, hogy van egy E-húrod, és attól X hanggal följebb van a akkordnak a második hangja, attól pedig X hanggal följebb van az akkordnak a harmadik hangja. Aztán a következő aha pillanat az volt, amikor rá kellett jönni, hogy a gitár mitől hangolódik el. Hőmérséklet különbségtől hangolódik el nagyon röviden. Tavasszal ugye nyitott ablak, zárt ablak, számítógép fűti a szobát, nem akarom hosszúra húzni, de ahogy változik a hőmérséklet a szobában, úgy elhangolódnak a gitárok. Aztán a következő felfedezés maga a gitárhúrok megismerése. Ugye ezen a Western gitárom,
12-es méretű húrok vannak, ugye ez a legvastagabb húrnak a gauge száma, ami baromira vastag, ezáltal nehéz rajta játszani, ugyanakkor nagyon jól trenírozza a kezet. Míg egy elektromos gitáron 9-es gauge-ű húrok vannak, tehát ennek a gitárnak a legvastagabb húrja, az E-húr, a mély E-húr, az akusztikus gitáromnak a D-húrjával körülbelül megegyező vastagságú húr. Tehát itt még a két mélyebb húr, az E és az A húr, azok vastagabbak nála. És ugye megint csak a gitárhúrokból egy egész epizódnyi videót lehetne csinálni. Aztán, amikor az ember elkezd gyakorolni, egy idő után rájön, hogy teljesen fölöslegesen próbál vizet csavarni a gitár nyakából, nem kell olyan eszeveszettül szorítani. Ezt gyakorlatilag a pentatonikus skála gyakorlásánál jöttem rá, hogyha most ezt gyorsan lejátszom. Na most ez, a kis ujjaddal az E-húrt lenyomni ezen a gitáron sokkal nehezebb, majd rá kell jönni, hogy nem az a lényeg, hogy belepasszírozd a húrt magába, a fretboardba, tehát a fogólapba, hanem hogy megtört. Ugye a hang akkor keletkezik, hogyha ezen az úgynevezett bundon megtörik a húr, ezért a következő ha pont, vagy hát heuréka pont, mikor az ember rájön, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a bunthoz közelebb, vagy távolabb szorítja le a húrt. Ugye ezek mind olyan lépések, amik akkora különbséget és lendületet adnak, és sokkal jobban, gyorsabban megy a további fejlődés. Akkor a következő, ugye az előbb hallott pentatón skála, ami kezdőnek lehet nehéz, nekem relatív nehéz volt, és ugye az ember most gyakorol, hogy minél gyorsabban és változatosabban tudja ezt lejátszani. Aztán a következő hatalmas sikerélmény az volt, amikor azt hiszem vagy a Örömódát, ugye Mozart 9. szimfóniája, vagy a Jingle Bells-t, ugye a gitárosoknak a kottáját tabnak, tehát tabulatúrának hívják, és abból úgy tudtam olvasni és játszani, hogy már nem kellett gondolkodni, hogy melyik húr hol van. Tehát már izom memóriából a képet, amit a szemem előtt láttam, az agyam összekötötte a kezemmel, és gyakorlatilag automatikusan csak a számokat és a vonalakat nézi az ember, és azonnal automatikusan megy. Ez egy hatalmas nagy előrelépés. Aztán a következő hatalmas lépés, mikor rájössz, ugye nekem ez később volt, máshol lehet, hogy előbb tanulják, ugye ez nincsen benne például a gitáriskolában, meg igazából egyik se nagyon, pontosan, tehát sok minden benne van, de nagyon az előző dolgok egyáltalán nincsenek benne a gitáriskolában. Amikor rájössz, hogy egy sima kotta, tehát az a kotta, amit énekóráról ismerünk, hol találkozik a tabulatúrával, és hol találkoznak azok a hangjegyek magával a fogólappal, tehát hol vannak az egyes hangnemek, és ki lehet számolni egy kotta után, hogy mit játszik az ember. Ugye itt nagyon gyorsan, röviden két trükk, a fá az gyakorlatilag a gitáron az F hang, és a lá pedig, tehát a do ré mi fá szólátiról beszélünk, a lá pedig az A hang. És akkor gyorsan kiszámoljátok, hogy F, G utána pedig A, tehát a G a do ré mi fá szó, tehát a G az a szó. Tehát ezt össze lehet matekolni. És az előbb már említettem, hatalmas nagy lépés az, amikor azt mondod, hogy ezt a hangot itt ki akarod tudni számolni, és meg akarod tudni, hogy ez mi. Ugye ide teszem az ujjamat, hogy ne tévedjünk el. E, F,
G, A, B, ez egy C hang. Ilyen egyszerű. Ugye annyira nem egyszerű, mert E és B után nincsen félhang, de erre most nem térünk ki részleteibe. Aztán ugye utána jönnek a technikai sikerek, mikor már az elmélet valamennyire megy, akkor az ember sikerül lefogni az első barré akkordját. Ugye, valahogy így. Még nekem sem megy nagyon, de mikor először megszólal egy barré akkord, és csúnya zöngések nélkül. Tehát ez nagy siker volt számomra. Aztán a következő lépés az, amikor ilyen díszítések már valahogy maguktól jönnek. Tehát az ember elkezdi érezni a gitározást, és például, amit az elején játszottam, ez egy blues úgynevezett lick. És ez a vibrátó, ez teljesen magától jött a gyakorlásnál. Tehát nincsen a gyakorló videón, amúgy, ha jól emlékszem, akkor Márti Schwarz videója volt éppen tegnap vagy tegnap előtt, és de tökre ott van a helye annak a vibrátónak számomra. Tehát ez, hogy megvan az a lépés, hogy már az ember az első kreativitását megéli gitározás közben. Aztán az ember, ahogy úgymond, az angol úgy hívja, hogy noodle, tehát tésztázni, játszogat a gitárom, ugye? Tehát a gitár az egy olyan dolog, amin folyamatosan lehet játszani, és az úgy el van. Az ember leül, és rá se gondol, hogy mit játszik. Abszolút nem gondolok arra, egy idő után persze ez gyakorolni kell, hogy milyen akkordot fogok lefugni, vagy vándorló basszussal játszani valamit, az tök jó. És akkor ebben a procedúrában az ember egyszer csak talál egy olyan akkordot, amire azt mondja, hogy ez akár a kedvenc akkordja is lehet. És nekem például van egy ilyen akkord futamnak nevezném, ami a kedvencem lett, az egy, hát most lőj agyon, szerintem ez egy D-moll, tehát ez, és ebből, ugye akkor, amikor erre rájöttem, még nem tudtam, hogy ez egy D-suspended 7, majd viszont, hogyha ez meg egy D, nem tudom mi, majd mindjárt beszélünk még eszközökről, és ebből a háromból egy tök jó ilyen akkordfutamot, aminek az én fülemnek nagyon tetszik, hogy lehet csinálni. És ugye mindezt, amiről eddig beszéltem, ezt a basszusgitáron tanultam meg, vagy hát a nagy részét decemberi. Kivéve ugye a blues licket, amit most ezen a héten. Na most, karácsonyra megjött az elektromos gitár, és az ember felfedezi, hogy miben más, mennyiben más egy elektromos gitár. Ugye, nagyon-nagyon röviden, hogy kielégítsem a kíváncsiságotokat, ha még van, a Western gitárt, az akusztikus gitárt sokkal nehezebb játszani rajta, mert vastagok a húrok, tehát több erő kell, és vastagabb a nyaka a gitárnak, tehát nehezebb rajta játszani, viszont sokkal, de sokkal megbocsátóbb, és az ember akkor jön rá egyes hibáira, amikor kézibe veszi az elektromos gitárt. Ugye az akusztikus gitár valamivel halkabb, ugye nem feltétlen erősítőről játszol, van benne ez a, én raktam bele ezt a műanyagot, ami amúgy is egy picit visszafogja a hangját, ugye ez egy feedback blokkoló, lehet róla videót csinálni, hogy mire jó. Az akusztikus gitárt az ember nem igazán játsza pengetővel, tehát amúgy is halkabb, viszont aztán jön az elektromos gitár, ami egyrészt az erősítés miatt, másrészt a pick-upok miatt, és a vékonyabb húrjai miatt
nem annyira megbocsátó. Ugyanakkor könnyebb rajta játszani, mert vékonyabb a nyaka, vékonyabbak a húrok, nem kell annyira nyomni, nem kell annyira küzdeni egy-egy hangért. Viszont vannak ilyen mély húr zengések, amire itt már nagyon-nagyon oda kell figyelni, illetve sokáig nem tudtam, mikor elkezdtem az elektromos gitárral gitározni, hogy annak, akinek van hozzá füle, ez a C akkord, ez borzasztóan rosszul szól, azért, mert én mindig ezzel az ujjammal túl közel fogtam, vagy hát éppen pontosabban túl messze fogtam a bundtól, tehát ha így már C, csak ugye akkor meg nem szabad lefogni a legkisebb húrt. Tehát ilyen apróságok, tehát az ember, amit ezen még el lehetett slamposkodni, ezen a gitáron már nem lehet elslamposkodni. Aztán ugye persze az elektromos gitáron, mire az ember felfedezi a különböző kapcsolókat, gombokat, tekerentyűket, mire használja, hogy állítsa be magának. Egyáltalán maga a gitárvásárlás. Ugye én egy single-single humbucker, vagy hát igen, single-single humbucker gitárt vettem, én nagyon-nagyon szerettem a humbuckernek a hangját, és itt ez egy felfedezés megint maga, hogy állítsd be a tónust. Ugye én nálam úgy van beállítva, hogy a középső pickup az teljesen egyesen van a tónusa, a nyak pickupnak annak tízesen van, tehát így van két teljesen másmilyen hangzásom. Ja, nem árt neki hangerőt adni. Van ez a single pickup, van ez a nagyon mély ilyen tónus nélküli, és akkor van a humbucker, ami egy ilyen erős, az én fülemnek nagyon kellemes hang. Ha utána jön a következő, az erősítő felfedezése. Ugye én az akusztikus gitárt azt már erősítővel vettem. A képen jól látszik, azon a fotón, amikor én ezt a gitárt megvettem, ez az erősítő mellé volt rakva a gitárnak, és akkora volt, mint ez az erősítő. Mikor megjött a doboz, kész sok volt, hogy mekkora rohadt nagy erősítőt kaptam vele, de nem bánom, mert sok mindent tud. Ugye van rajta kórus, meg reverb, ezeket felfedezni, beállítgatni. A elektromos gitárnak az erősítőjén pedig van overdrive, tehát az overdrive ez a jó kis rockos hang. Tehát, hogyha overdrive nélkül egy ilyen örömóda például. Igen, overdrive-val. Ugye egy új gitár pedig új technikákra ad lehetőséget. Például a héten belevetettem magamat egy kis funk, tehát funky zenébe, és hát ezt most megpróbálom mutatni, de pár napot gyakoroltam, tehát annyira még nem vagyok benne a témába. A lényeg az, hogy egyrészt van ez a, amikor az ujjaiddal lefogod a húrokat, de nem nyomod rá a nyomódlapra, hogy hangot adjanak, és akkor ugye itt arra is kell figyelni, hogy a vastag E-húrt is az új begyed lenyomja, viszont akkor, amikor hangot akarsz a gitárból, akkor pedig hirtelen le kell nyomni, és a vastag E-húrt, mert ugye ez egy E akkord, akkor azt elenged, tehát. Ne törjetek fölöttem pálcát, ezt még nem gyakoroltam annyit, de nagyjából a lényegét azt értitek. Aztán persze a gitározásban vannak úgynevezett tapasztalati dolgok is, tehát például ki kellett tapasztalni azt, hogy ebbe az akusztikus gitárban van egy 9 voltos elem, és annak ellenőre, hogy ki van kapcsolva az erősítő, viszont be van dugva a kábel a gitárba, lemerül az elem. Senki se gondolta volna, de hát ilyenek vannak. Vagy például, amikor megjött zsíruljon ez a gitár,
Elkezdtem fölhangolni, és három húr is elszakadt rajta. Ugye az ember egyből megtanulja az első húr cseréjét, még szerencsé, hogy rendeltem hozzá húrokat, tehát a menet közben jönnek kihívások, amiket az ember relatív könnyen le tud azért küzdeni. Mondtam, hogy számomra a gyakorlásnál, tehát amikor rendesen gitározni gyakorlok, vannak bizonyos kihívások, bizonyos szabályaim, amit el akarok érni. Ilyen például az, hogy az ember ne nézzen oda a pengető, vagy akár a fogó kezére is. Hogyha megnéztétek az előbbiekben, próbáltam azért úgy játszani, hogy ne nézzek oda. Mindent az ember el tudjon úgy játszani, hogy nem nézi a kezét. Vagy például az, hogy izommemória mennyire van meg. Ugye van nekünk a Seven Army Nation nevű dalunk, ami ugye egy nagyon híres, hát riffnek nem nevezném, ez a... Pedig jó volt. Tehát ez, hogy egy ilyen hosszú távon, ugye itt vagyunk a 7-es, 9-es bundban, tehát hogy ezt odanézése nélkül megtalálja az embernek a keze. Aztán jön a ritmus. Ugye ritmus az nagyon sokkal fontosabb, mint az emberek gondolnák a gitározásban, meg a zenében. Én is alábecsültem a ritmus szerepét. Sokkal jobban fölismered, hiába pengeted ugyanazokat a hangokat, a dalt, hogyha azt az eredeti dalnak a ritmusára pengeted. Ez most bagatelnek látszik, de hogyha elkezdtek gitározni, és rájöttök, hogy valaki nem ismeri föl a dalt, amit játszatok, hát az pontosan ettől van, mert nem megfelelő ritmusban játszátok azt. Majd lesznek termékbemutató videók is. Én vettem egy fülbedogható metronómot, amit a füledbe kattog, de nem igazán jó, tehát gyakorolni jó, de ha föl akarsz valamit venni, kihallatszik. Tehát ez a mikrofon fölveszi annak a hangját. Aztán vettem ezt a Harley Benton Dr. Chord Pro-t, filéres eszköz ahhoz képest, hogy mit tud, és ő benne van egy metronóm, amit gyakorlásnál használok. Aztán utána jönnek a különböző plektrumok, ugye pengetők. A plektrummal való gyakorlás az egy külön dolog, és meg kell tanulni vele játszani. Én még nem tartok például ott, hogy plektrummal ugyanúgy tudjak játszani, ugyanolyan rosszul. Tehát rosszabbul játszok pengetővel, mint pengető nélkül. Egyelőre. Aztán a különböző technikák, beszélünk már a barréról, a power chordokról. Beszéltem az előbb röviden erről, hogy az ember a tenyerével lenémítja a mély húrokat, mert hogyha nem teszi, akkor azok elkezdenek zengni, és tönkreteszik azt, amit az ember játszik. Jó, beszéltünk arról, hogy én mit szeretnék a jövőben elérni. Az előző videóban már beszéltünk arról, hogy el kell az embernek dönteni, hogy mit szeretne lenni, tehát szeretne főállású zenész lenni, vagy szeretne egy bandben, egy zenekarban játszani, akkor az nyilván más hozzáállást igényel, mint az, hogy én, mint hobbista, azért leülök a gitárral, mert egy tök jó szórakozás meg kikapcsol. Ellenben nem egy az imént felsorolt youtuberek közül, akiket nézek, mondja azt, hogy abban a pillanatban, hogy leülsz gitározni, és le tudsz játszani pár akkordot, akkor nevezd magad gitárosnak. Programozók oldalakon is elmondják azt, hogy akkor, amikor megírtad az első programodat, és az jó és működik, nevezd magad programozónak. Egyrészt az önértékelésedben segít, másrészt tovább juttat a tanulásban. De hogyha fotózás érdekel, és tudod használni a gépedet, és van néhány tényleg jó fotód, akkor nevezd magad fotósnak. Én is
mindenki eldönti, hogy mennyire vagyok jó a YouTube-on, havi körülbelül 17 ezer ember nézi meg a videóimat. Én YouTubernek nevezem magamat, nem influencernek, de szerintem ezt már lehet nevezni YouTuberkedésnek. Tehát miket szeretnék elérni, annak ellenére, hogy nem szeretnék profi gitárossá válni, szeretnék elérni egy olyan pontra, hogy kottából tudjak azonnal játszani. Tehát, hogy ne kelljen számolgatni. Ugye tabulatúra az úgy van lerajzolva, hogy a húrok vannak, tehát abból könnyű. De hogy magam elé veszek egy kottát, egy rendes zeneiskolai kottát, és abból tudjak gitározni. Ezt szeretném egyszer elérni. Szeretném elérni, hogy tudjak improvizálni. Ugye most ez a vibrátó volt az első igazi improvizáció, amit magam adtam hozzá, és jót tesz az én fülemnek. Persze egyszer majd szeretnék eljutni oda, hogy meg tudjam írni a saját kis dalomat, ezekből a kedvenc akkordokból például, amit az imént mutattam. De ennél fontosabb megérteni a zenét. Tehát a zene az egy annyira varázslatos, komplex dolog, hogy ha már megnéztétek ezeknek a videóknak, amit ajánlottam, nagy részét, akkor rá fogtok jönni, hogy mikor valaki elkezd arról beszélni, hogy a blues, és akkor, hogy abban milyen akkordok és hangok, és hogy áll össze. Nagyon-nagyon frusztráló az elején, mert tökre összezavar, nem érted, hogy miről beszél, mert még nem vagy ott. De én most kezdek eljutni arra a pontra fél év után, hogy nem mindent, de egy részét, amit például Justin Guitars-nak a Justinja elkezd beszélni arról, hogy a blues, és akkor abban milyen hangokat, milyen kulcsokat használnak, akkor, hogy az miért van, hogy miért úgy mondja, és miért ragaszkodik hozzá. Ehhez nagyon sokat kell tanulni, elméletet tanulni. És hát, mint ahogy az videó elején mondtam, szeretnék elérni arra a pontra, ahol vagy beigazolódik, vagy megcáfolódik, hogy a tehetség hiánya pótolja-e, pontosabban a tehetség hiányát pótolja-e az elméleti tudás, meg a gyakorlás, amit itt magamnak, ezzel, ahogy hetente kétszer-háromszor leülök a gitárhoz, van, hogy minden nap, attól függ, hogy éppen milyen hétről van szó. Tehát ezt ki lehet-e pótolni? Ki fog derülni idővel? Még egyszer azt kérem tőletek, hogyha van köztetek olyan, aki szeretné itt a YouTube csatornán, ezen az ABBA Group Media csatornán a további gitározós részeket látni. De az is, aki nem, tehát aki úgy gondolja, hogy ő például leiratkozna, hogyha itt most megjelenne több tíz gitározós epizód, mindenki írja meg a véleményét, mert az alapján el fogom tudni dönteni, hogy csinálunk-e YouTube-os, vagy akarom egy gitározós videót ezen a csatornán, vagy csinálunk egy új YouTube csatornát csak a gitáros videóknak. Mindenképpen tudassátok, hogyha tetszett ez a videó, akkor pedig ide is nyugodtan iratkozzatok föl, mert vannak a csatornán sok egyéb videó, ami legalább annyira érdekes, mint ez. Köszönöm, hogy velem voltatok, mint mondtam, iratkozzatok föl, nyomjátok meg a like-ombot, kommenteljetek sokat, és találkozunk legközelebb is. Hogyha annyira tetszett a videó, hogy szeretnétek a csatornát anyagilag támogatni, akkor pedig a videó leírásában megtaláljátok a Patreon oldalunkat, illetve most már YouTube partneré is válhatok, ahol egyszeri vagy havi rendszerességgel tudtok akár 1 eurót küldeni, amit technikai eszközökre fogunk fordítani, mint például szerencsétlen mindjárt a fejemre eső Keylight statívjának kicserélésére, mert rossz ránézni úgy görbül, úgyhogy találkozunk legközelebb is. Szevasztok! Amúgy nem Keylight, hanem Headlight. De ne szólj senkinek. Ciao.